A napokban számoltunk be arról, hogy a sátorai a újhelyi Kossuth Lajos Technikum, szakképzőiskola és gimnázium Kossuth hetet tartott. Ennek jegyében a diákok számos előadásokon vehettek részt városi sétán, valamint versmondó versenyen is. Azonban idén már a tanulók is készültek előadásokkal, így a hallgatóságként résztvevő középiskolások társaiktól tanulhattak sok érdekes dolgot Kossuth Lajosról. Kossuth hét egyik programja volt a diákoknak a kis előadás sorozata. Diákok kezdeményezésére idén elsőként szerveztük meg ezt a programot. A diákok elsősorban iskolánkban fellelhető anyagokat, jegyzeteket használták fel, illetve szaktanárok segítségével készültek erre a programra. Három diák kis előadását hallhattuk az imént, két tanuló Kossuth, illetve Széchenyi Vitájáról beszélt, egy tanuló pedig Kossuth Lajos és Sátoralja újhely kapcsolatáról. A nap folyamán a Petőfi 200 emlékhívhez kapcsolódva egy próza és versmondó versenyt is szerveztek a diákoknak, amelyen közel 20 fő vett részt. Mizsák Éva pedagógus elmondása szerint a verseny egyik célja, hogy kedvet kapjanak a versekhez a tanulók. Nem rendeltünk hozzá szó szerint, vagy a szó elsődleges jelentését tekintve jelentőséget. Kifejezetten az szerepelt célként, a diákok kérdéseire is ezt válaszoltuk, hogy mindenki, aki szereti a verset, szereti a prózát, szívesen tanul verset, prózát, akit megszólít valamely alkotás, valamely szövegrészlet, akkor is, ha úgy gondolja magáról, hogy talán kevésbé ügyes, a kamaszok meglehetősen kritikusak e tekintetben önmagukkal, jöjjenek, próbálják ki egy szűkebb körben magukat. A diákok felkészülten vettek részt a versenyen, hiszen mindenki olyan verset választott magának, ami a legközelebb áll hozzá, tette hozzá Mizsák Éva.